Sziasztok! A 2011-es tanév első programajánlóját látjátok. Bár a tanítás már elkezdődött, mi most is jobbnál jobb programokkal készülünk nektek. Tartsatok velünk! Február 11-től újra látható a moziban a Social Network, ami a Facebook történetével foglalkozik. Aki viszont egy kis vígjátékra vágyik, akkor neki ajánlom a figyelmébe többek között a Dilemma című filmet az Agria moziban szintén, a 3D mozi kedvelőit pedig a Gulliver utazásai várja az Urániában. Február 11-én pénteken este 7 órától a Bartakovics Béla közösségi házban élőzenés táncos lesz, fellép a Satellite zenekar, a belépőjegy 1000 forintba kerül. Február 12-én szombaton délelőtt 10 órától országos mesevetélkedőt tartanak a Forrás Gyermek és Ifjúsági Házban. Még ugyanaznap szintén 10 órától a Zsinagóga Galériában finn képzőművészek alkotásait nézhetitek meg egészen február 20-ig. Este pedig az EGÁL-ban 7 órától farsangi bulit tartanak, ahová belépő jelmezben ingyenes. Még ugyanaznap Nosztvajon este 6 órától Bálint napon vehettek részt. A Bartakovics Béla közösségi házban minden hétfőn délután 5 órától egészen 6-ig nevető jógán vehettek részt. Ne hagyjátok ki, hiszen a jóga nagyon jó stresszoldó és javítja testi-lelki állapotunkat is. Február 15-én kedden este 6 órától Molnár József néplélek kutató fogja megismertetni az életfa jelentését és jelentőségét a Bartakovics Béla közösségi házban. Február 16-án szerdán este 7 órától a Bartakovics Béla közösségi házban Juhász Andrea fogja bemutatni az indonéz szigetvilág csodáit. A belépőjegy 500 forintba kerül. Még ugyanaz nap az Agria Parkban kezdő kubai szalszta táncfolyam indul, ami kortól és nemtől is független, egyénileg és párosan is lehet jelentkezni. További részletek a www.szalszatelanorcsa.hu weboldalon. Február 17-én csütörtökön a Kossuth Zsuzsa gimnáziumban a Magyar Rákellenes Liga EGRI szervezete fog előadásokat tartani. Az előadásokon többek között szó lesz a drogok fogyasztása és a rák kialakulása közötti összefüggésekről. Még ugyanaznap este 7 órától a Gülbaba című darabot tekinthetitek meg a színházban. Ennyi volt már a programajánló, érezzétek jól magatokat, szép hetet nektek, egy hét múlva újra jövünk a legfrissebb programokkal. Sziasztok!